az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, a mai szentmisét pro populo a népért ajánlom föl. Húsvét 6. vasárnapját ünnepeljük, és a mai napon már megemlékezünk Nepomuki Szent Jánosról, akit majd kedden fogunk ünnepelni, 16-án, hiszen templomunknak a védőszentje, a községünk védőszentje, Nepomuki Szent János. Majd látni fogjuk a prédikációval, ami körlevél, de majd fűzök hozzá egy pár szót, hogy nagyon ideillő ez a mai körlevél, az ünnepünkkel nagyon-nagyon összevethető, párhuzamba hozható, és nagyon fontos dolgokról fog beszélni a Szent Atya a mai napon, amikor is a világban az úgynevezett tömegtájékoztatási világnap van. Nem mindegy, hogy ki, hogy tájékoztat bennünket, és mi is kit, hogy tájékoztatunk. Nagyon sok minden van ebben az ünnepben, ebben a megemlékezésben, ebben a világnapban, és Nepomuki Szent János mindannyiunkat segít. A falunak, a községnek különösképpen is fontos ez a szent, hiszen védőszentje, és ilyenkor nem csak az fontos, hogy ma ünneplünk és búcsúsok jönnek, mennek, hanem az, hogy mit akar nekünk üzenni Nepomuki Szent János. És én azt gondolom, hogy elsősorban, amiről lesz így szó majd, a nyelvvel való igazi krisztusi bánásmód. Hát majd ehhez is kérjük a Jóisten kegyelmét, és most, amikor megvizsgáljuk lelkiismeretünket, elsősorban a beszédünkről adjunk számot, hogy hogy szoktam beszélni másokkal, másokról, tiszta-e a beszédem, mennyire szoktam csúnyán beszélni, trágáról beszélni, családtagjaim félnek attól, hogyha ideges vagyok, mert akkor elengedem a beszédemet, hangos vagyok, csúnya vagyok. Sok minden van, amit érdemes most átgondolni a nyelvünkkel kapcsolatban. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen szűk Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Istennel. És a fejlődékesség, a jó
Mindenható Istenünk, add, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljük Urunk feltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, amit az emlékezéssel felidézünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Fülöp elment Szamária városába, és hirdetni kezdte Krisztust. A nép, hallva és látva a csodákat, amelyeket végbe vitt, feszült figyelemmel hallgatta. A tisztátalan lelkek ugyanis nagy kiáltással eltávoztak sok megszállottból, és sok béna meg sánta meggyógyult. Nagy lett az öröm abban a városban. Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamária befogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Mikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek. Mert addig még nem szállt le rájuk, csak megvoltak keresztelve Urunk Jézus nevében. Rájuk tették tehát a kezüket, és azok megkapták a Szent Lelket. Ez az Isten igéje. Tiszteljétek szívetekben. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja a reményeteknek. De ezt szeliden, tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetek miatt gyaláznak titeket, szégyenbe maradjanak a rágalmaikkal. Jobb ugyanis, ha inkább jó tetteitekért szenvedtek, mikor ez az Isten akarata, mintsem gonoszságaitokért. Mert Krisztus is meghalt egykor a bűnök miatt. Az igaz bűnösökért, hogy Istenhez vezessen be benneteket. Test szerint ugyan megölték őt, de a lélek szerint életre kell. Ez az Isten igéje. Oh.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vígasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket. Visszajövök hozzátok. Rövid idő és már nem lát engem a világ, ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti. Én is szeretni fogom, és mind megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim, én személy szerint nagyon szeretem a körleveleket. Nem minden testvér szereti, volt egy kedves néni Dunaföldvár, aki mondta, hogy csak ne olvasson körlevelet, de mondom, meg úgy szeretem őket. És nem csak azért, mert nem kell annyira készülni akkor aznap vasárnapra, mert a prédikáció egy nehéz ügy az ember életében, hanem mert a Szent Atyának a szavait hallhatjuk, és azért most talán mindannyian jobban megtapasztaltuk, hogy mennyire közvetlen, ha figyelünk rá, halljuk, mennyi mindent kaphatunk tőle. És őt azért ritkábban halljuk, mint a saját lébánosunkat, káplánunkat, aki hétről hétre szól hozzánk, és ezért is szeretem a körleveleket. És a mai körlevél különleges módon, ahogy mondtam a bevezetőben is, a mai ünnepe, vagy a keddi ünnepünkkel, a Nepomuki Szent János ünnepével nagyon-nagyon egységre hozható. Hiszen a tömegtájékoztatási világnap, mondhatom, hogy a nyelvről, a beszédről szól. Nepomuki Szent János a gyónási titoknak a védőszentje igazából. Ő egy olyan ember, aki a nyelvével nem vétkezett. A Szent, hogyha gyönyörűen összefoglalja ebben a körlevélben, nem olvasom, mint majd akkor nem érek soha oda szálkára, de egy kicsit kiemelnék egy-két dolgot, amire érdemes tényleg odafigyelnünk, magunkévá tenni azt a gondolatot, elgondolkodni rajta, és majd próbálni megvalósítani. Nem könnyű feladat. De itt Siógárdon, mivel ő a védőszent, Nepomuki Szent János, azt gondolom, hogy ezt még jobban meg kell tennünk. És őt kérjük nagyon sokszor az életünkben, hogy segíts nekünk szavainkra, beszédeinkre figyelni. Azt mondja a Szent Atya, Jézus arra figyelmeztet bennünket, hogy minden fát a gyümölcséről lehet felismerni. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő. A rossz ember pedig a rosszból rosszat. Hisz a száj a szív bőségéből beszél, írja Lukács evangelista. Ez egy nagyon fontos mondat, erről a jó pár hónap, talán éve is beszéltem egyszer itt, hogy a szív bőségéből szól a száj. Mindenki meg tudja nézni maga kis szívét, hogy milyen a szíve. Ha a szíve kezd már otthadni, akkor a szájából is olyan beszéd jön, ami másoknak otthadást okoz. Mikor megszólok, megrágalmazok, trágárul beszélek, az mutatja, milyen a szívem. Mi lakozik bennem? A szív bőségéből szól a száj. Ha a szív szerető szív, ha a szív elfogadó szív, akkor így fogok beszélni is, ami a szívemben. Ahhoz, hogy valaki, így a Szent Atya, igazság szerint és szeretetben kommunikáljon, meg kell tisztítani a szívét, ebből következik. Szent Atya is nagyon komolyan veszi, ezt a szívbőségéből szól a száj,
azt mondja, hogyha szeretnénk szeretetben, igazság szerint kommunikálni, nyelvünket használni, tisztítsuk meg a szívünket. Van megoldás. Nem mondja senki azt, azt nagyon nem szeretjük, akkor én már csak ilyen vagyok. Nem vagy ilyen. Mindenki változhat. Mindenki lehet jobb. Mindenki lehet fegyelmezettebb, mint addig volt. Akarok-e változni? És a Szent Atya azt mondja tehát, hogy a szívemet kell megtisztítani. A szívünket sokféle módon lehet tisztogatni, de az egyik nagyon fontos a mi vallásunkban, az a szentgyónás. Abban tisztítom meg a szívemet, megtisztítatom a jó Istennel, és aztán pedig próbálom ezt a tisztaságot őrizni. Az ember meggyónt, akkor úgy mindenkit jobban szeret, jobban elfogadó. Csak ha tiszta szívvel hallgatunk és beszélünk, akkor tudunk túllátni a látszaton, és legyőzni a hangzavart, mely nem segít a megkülönböztetés bonyolult világunkban, és a hírközlés területén sem. A Szent Atya tehát ezt mondja, hogy ha tiszta szívvel hallgatunk és beszélünk, akkor tudunk túllátni a látszaton, legyőzni a hangzavart, hiszen egy hangzavarban élünk. Rengeteg olyan dolgot látunk, ami nem igaz. A látszatot látunk valamit, de nem látunk belé, csak a látszatot próbáljuk megtapasztalni, meglátni, de semmit nem jelent, hogyha a szívünk nem tiszta. A szívvel való beszédre szóló felhívás a radikális kihívás korunk számára, amely épp úgy hajlamos a közönyre, mint a felháborodásra. Hát nagyon sokszor látjuk, hogy kit érdekel, mondanak ezt, azt nem érdekel, majd pedig felháborodunk. Még Dunaföldváron mondtam is, hogy mindenki fel tud háborodni, mindig mindenki felháborodik. Na nem lehet egy kicsit másként rátekinteni a dolgokra, más füllel, más szívvel hallgatni, mint hogy felháborodunk. Ami néha az igazságot eltorzító és eszközként kihasználó félre tájékoztatáson alapul. Igazságot eltorzító és eszközként kihasználó, mondja a Szent Atya, félre tájékoztatás. Úgy érdemes megnézni Hír TV, ATV, RTL Klub, TV2. Néha teljesen ellentétes dolgokat hallunk. És akkor mi az igazság? Ki melyiket nézi, azt fogja elhinni. Én nem mondom azt, hogy ezt, hogy azt kell elhinni, mert én sem tudom sokszor, mi az igazság. És ezért nagyon fontos ez a mai nap, hogy el kellene jutni a tévébe, rádióba, mindenhova ennek is, hogy az igazságot közvetítsétek. Ne szítsatok ellentétet, hiszen rengeteg tévőműsor után az ember föl kell, és jobban utálja vagy az ellenzéket, vagy a kormányt. Mert ezt hallottam. Nem békészül a szívünkben, hanem ellenkedést, zajoskodást, fájdalmat okoz. És ugyanígy mi is, hogyha kicsibe lejövünk ide, mert nem vagyunk tévé meg ilyenek, de a falunak vagyunk azért szóvívői, tudunk itt úgy beszélni, hogy más családokat, embereket akár rágalmazunk, megszólunk, és a másikban nem a szeretet fog kialakulni, hanem a gyűlölet. Hányszor van ilyen? Televíziónál is látjuk ezt, hogy meg tudja az embert őríteni, és fölszítja a szívében a gyűlöletet. Ugyanígy mi is a szavainkkal meg tudjuk ezt tenni. Hatalmunk van, esetleg óriási hatalom van a kezünkben ezáltal is. És Nepomuki Szent János a nyelvnek a szentje, a beszédnek a szentje. Milyen jó lenne, hogy a egy olyan hely lenne, hogyha bejövök ide, akkor mindenki azt mondja, hogy itt rólam soha senki nem fog rosszat mondani. Ha látja bennem a rosszat, akkor imádkozik, értem, elfogad, de nem mondja, hogy ez ilyen meg olyan. A nyelvnek a szentje mire tanít bennünket? És Siolgának ez egy nagyon fontos dolog, hogy ő a védő szentje. Rossz szó nem hagyhatná el a szánkat, és a Lefedusiaknál így folytatja a Szentírás, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék a hallgatóknak.
ez ránk is vonatkozik, meg a hírközlésre is vonatkozik. Rossz szó nem hagyja el a szánkat, csak olyanról beszéljünk, ami alkalmassá tesz az épülésre, a másik embert építi. Javára válik a másiknak. Minden mással rombolunk. Néha, mondja a Szentatya, egy szeretetteljes szó, még a legkeményebb szívek falán is rést tud ütni. Ki kell próbálni, élni kell. A szívvel való beszéd egyik legfényesebb és ma is lenyűgöző példája a Szent Egyház tanító szalézi Szent Ferenc. Szelíd viselkedése, embersége, a türelmes párbeszédre való nyitottsága mindenki, de különösen is azok felé, akik szembeszegültek vele. Erre tanít. Isten irgalma szeretetének rendkívüli tanújává tette. Mondhatnánk róla, a szép, szelíd beszéd sok barátot szerez, a jó akaró nyelvnek szépen felelvetnek, ahogy az Ószövetségben olvashatjuk. A szép, szelíd beszéd sok barátot szerez, nem kell tovább mennünk, hogy a nem szelíd beszéd, a nem szép beszéd pedig sok ellenséget. Mit szeretnénk mi? Mi a mi vágyunk? Hogy egy olyan helyen, egy olyan közösségben éljünk, ahol a szeretet uralkodik. És ez nem egy utópia, ez nem egy lehetetlen dolog. Lépéseket kell tennünk mindannyiunknak, el kell kezdeni. Nyugodtan rá lehet szólni a másik emberre, aki most nem hallja, vagy nem látja a televízióban, ezt az, hogy a Szent Atya mit mondott, de csak szeretettel, szívvel elgondolkodtatni, hogy van ennek értelme, barátom, amit te most csinálsz. Ezzel jobb lesz a világ, jobbak leszek a kapcsolatok. Hallgass, én is hallgatok. De ezt nem lenézően, megbántóan, magasról, szószékről, hanem tényleg nagy-nagy szeretettel, békével. A Szent Genfi püspök írásaival és életének tanúságtételével is arra emlékeztet bennünket, hogy az vagyunk, amit közlünk. A mai divatot meghazudtoló tanítás ez, abban a korban, amelyben, amint az különösen a közösségi oldalakon tapasztaljuk, ezt a fiatalok tudják nagyon jól, a kommunikációt gyakran eszközzé degradáljuk, hogy a világ olyannak lásson bennünket, aminek lenni szeretnénk, ne pedig olyannak, amilyenek vagyunk. Mást mutatunk magunkból egy közösségi oldalon. Hányszor lehet azt látni, hogy nem csak a lányoknál, fiúknál is olyan képeket tesztek fel, ami igazából nem ő. Kicsit így kiszínezik, nem tudom, miket lehet csinálni ugye a interneten, de nagyon sok mindent, és nem ő. Hogy azok, amilyenek vagyunk, olyannak kéne, hogy látszódjunk. Végezetül, amit már volt alkalmam kihangsúlyozni, az egyházban is égető szükség lenne arra, hogy meghallgassuk egymást. Az elfogulatlan, figyelmes és készséges meghallgatásból Isten stílusa szerinti beszéd fakad, amely a közelség, az együttérzés és a gyengédség táplál. Az egyházban sürgetően szükségünk van olyan kommunikáció kialakítására, amely lángra gyújtja a szíveket, amely gyógyír a sebekre, és megvilágítja a testvéreink útját. Tehát erre lenne szükség az egyházban és a világban is. Annyira gyönyörű mondat ez a Szent Atyának, tehát, hogy lángra gyújtja a szíveket, gyógyír a sebekre, hogy így beszéljünk, és világosítja meg a testvérek az útját. Annyi a depressziós, az elkeseredett ember. Segítsünk világosságot nyújtani. Olyan egyházi kommunikációról álmodom, amely az Istennel és a fele baráttal különösen leginkább a rászorulókkal való kapcsolatra összpontosít, amely tudja, hogy hogyan kell lágra lobbantani a hit tüzét, egy önközpontú identitás hamujának őrzése helyett, mert ez van a mai világban.
Olyan kommunikációról álmodik a Szent Atya, amelynek alapja az alázatos meghallgatás, és a beszédben a bátor igazságmondás, és amely soha nem szakítja el az igazságot a szeretettől. Ez egy rövid imádság lesz még itt a Szent Atyánál, és azért láthattuk azt, hogy amit ő mond, ahogy ő mondja, mennyire segít bennünket, és talán elgondolkoztat minket. Internetről le lehet nyugodtan tölteni ezt a körlevelet, el lehet olvasgatni, lehet rajta gondolkodni. Nagyon jó volt így aláhúzogatni nekem is, ami megérintette a szívemet, és elgondolkodni rajta. Én kívánom önöknek is, ha utána ez megérint bennünket, és talán életté váltjuk, és szebb lesz most elsősorban itt, Sivalgárdon, de mindenhol a világ. Az Úr Jézus az Atya szívéből származó tiszta ige segítsen bennünket, hogy kommunikációnk szabad és tiszta, és szívből jövő legyen. Az Úr Jézus a testélet ige segítsen bennünket, hogy meghalljuk a szívek dobogását, és így újra felfedezzük, hogy testvérek vagyunk, és hogy mérsékeljük a megosztást szító ellenségeskedést. Az Úr Jézus, az igazság és a szeretet igéje segítsen bennünket, hogy az igazságot szeretetben mondjuk ki, hogy egymás oltalmazóinak érezhessük magunkat. Kelt Rómában, Lateráni Szent Jánosnál 23. január 24-én, Szalézi Szent Ferenc emléknapján, Ferenc. Hiszek az Egyistenben. Mindenható Atyában, mindenek és Földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében, hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, egy szülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, ott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostolikus szent egyházban. Hallom az egy kerességet, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, a mennyei Atya azt akarja, hogy kövessük Szent Fiát. Kérjük ehhez bizalommal segítségét. Hogy egy házad mindig Krisztus útján járjon. Kérjük éget, hogy minden ember számára Krisztus legyen az út, az igazság és az élet. Hogy az emberiség az evangélium fényében megtalálja a békére vezető utat. Kérünk téged, hallgass minket. Hogy szent néped mindenben keresse és teljesítse akaratodat. Kérünk téged, hallgass minket. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a Krisztusban való hitükről. Kérünk téged. Urunk, adj bátorságot azoknak, akiknek szívében a papi hivatást elültetted. Fedezzék fel, hogy az igazi öröm és az igazi élet nem a világban van, hanem csak te adod meg számukra. Kérünk téged,
Mennyi atyánk, hallgass meg könyörgésünket, segíts, hogy fiad útján járjunk, kövessük az ő tanítását, és így elnyerjük az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozaton kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal együtt, hadd, hogy kegyelmed erejéből megtisztulva, Atyai jóságod szentségeihez méltók legyünk, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Ő szüntelenül felajánlja értünk életét, és színed előtt állandóan párfogol minket. Feláldozva önmagát nem hal meg soha többé, halálában lett örökkön élő áldozat. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagy világ örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árad rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek. A vacsora után ugyanígy
hogy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetet és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörünk kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, Szent Bernát apáttal, Nepomuki Szent Jánossal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Jóisten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért most mondjuk nagy bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földben is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkedet. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békés. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondom, és meggyőzöm. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te Krisztus feltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre. Növeld bennünk a húsvéti szentség kegyelmét, és az üdvösség kenyerének erejét árasz szívünkbe, Krisztus, ami Urunk által. Most pedig fogadják a búcsúi áldást. Az Úr legyen veletek! A mi Istenünk, a menny és föld Ura, aki a templom búcsújának ünnepén egybegyűjtött benneteket, árassza reátok bőséges áldását a mennyből. Adja meg nektek, hogy ti is az ő temploma és a Szentlélek hajléka legyetek, mert úgy akarta, hogy szétszóródó gyermekei egyszülött fiában forjanak egyé. Engedje, hogy a megtisztult szív örömével hordozzátok a bennetek lakó Istent, és örökségül elnyerjétek az összeszentekkel együtt a mennyei boldogságot. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szentlélek. Amen. Szent misénk véget ért, menjetek békével, küldetéstek van. Istennek legyen.